750 ezer négyzetméteres lehet a világ legnagyobb plázája, természetesen Dubájban. A magyar parlament 42-szer férne el benne. A Mall of the World még csak tervekben létezik, de ha felépül, 7 kilométer hosszú lesz csak a sétáló utcája. Most mutatták be a látványtervét. Az építők szerint a fedett, légkondicionált utcahálózatban akár heteket is eltölthetnek a látogatók anélkül, hogy elhagynák az épületet. A belső időjárás szabályozható, úgyhogy a látogatóknak nem kell elviselniük a sivatagi forróságot. A pláza köré egy teljesen új várost is felhúznak. A Mohammed bin Rashid City Dubaj emírjéről nevezték el. Nem csak egy hatalmas bevásárlóközpontot terveznek bele, de a Közel-Kelet legnagyobb galériáját és egy befektetői központot is fel akarnak húzni. 100 szállodájában 20 ezer hotelszobát terveznek a világ legnagyobb fedett parkja mellé. A park egyébként nagyobb lenne, mint a londoni Hyde Park. A világ jelenleg legnagyobb bevásárlóközpontja Kínában van. A New South China Mall 2005-ben nyílt meg, de azóta is szinte teljesen üresen áll. Alig néhány kereskedő bérelt a 2350 üres boltból, és néhány épület részt már el is kezdtek bontani. Működő plázából persze most is Dubajban van a legnagyobb. A Dubai Mall alapterülete nagyobb, mint a kínaié, de bérelhető boltterület kevesebb van benne.